Első István a Balaton vidékén szervezett három vármegye, Kolon, Veszprém és Somogy székhelyei közül. Az ezredforduló táján Veszprémben szervezte meg azt a püspöki egyházmegyei központot, amelynek hatásköre a Dunakanyartól a Dráváig öt megyére terjedt ki. A püspöki székhely első ismert kőépítménye, a veszprémi székesegyház építése 1002 körül kezdődött. Miután az előző évben tartott ravennai zsinaton jóvá hagyták az esztergomi érsekség alapító levelét, és kijelölték az új püspökségek területét. Abban, hogy Veszprém a királynék városává vált, minden bizonnyal nagy szerepet játszott, hogy a székesegyházat a hagyomány szerint maga Gizella királyné alapította, vagy legalábbis különös figyelmet szentelt rá. Az 1380-as veszprémi tűzvészt követően a székesegyházat gótikus stílusban építették újjá, felszentelésére 1400-ban került sor. Ebből a korból származik a még ma is meglévő altemplom. Az épület e fölötti részei a török időkben elpusztultak. A székesegyház következő megújulása a 18. század elejéig váratott magára. Ekkor a templom barokk külsőt kapott. Végül 1907 és 1910 között Aigner Sándor tervei szerint neoromán stílusban épült újjá az épület, feltételezett eredeti külsejének helyreállítása érdekében. Oh,